több százezren kísérték az amerikai hadsereg által Irakban megölt iráni tábornok Qasem Soleimani koporsóját Irán második legnagyobb városában, Mashhadben. Az iráni forradalmi gárda különleges erőinek parancsnokát gyászoló irániak megtöltötték a Reza imám sírja fölé emelt mecsetet, amely a világ legnagyobb ilyen létesítménye. Bárhonnan nézzük is Soleimani megölését, mindenképp alávaló és semmivel nem indokolható cselekedet, mondta az iráni haderő parancsnoka Abdurrahim Mousavi. Az amerikaiaknak nincs más választása, mint hogy egyre vadabb kijelentéseket tegyenek, próbálva a szavakban meghaladni azt, amit már megtettek. Egy elképzelhető konfliktus során, amit az Egyesült Államoknak valószínűleg nem lesz mersze kezdeményezni, ki fog derülni, mit akar az ötös és a kettes szám. Mousavi ezzel Donald Trump Twitter üzenetére utalt, amiben az elnök azt írta, hogy az ígért iráni válaszcsapás esetén 52 iráni célpontot azonnal meg tudnak semmisíteni. Azt mondtuk az iráni rezsimnek, hogy elég, mondta Mike Pompeo, amerikai külügyminiszter. Nem lehet bábokon és ügynökökön keresztül háborúzni, és azt hinni, hogy az anyaországot emiatt nem érheti kár. A döntéshozókat fogjuk célba venni, akik miatt az iráni iszlám köztársaság fenyegetést jelent. Az Egyesült Államok a válság kitörése óta több száz katonát vezényelt a Közel-Keletre, elsősorban kuvaiti támaszpontjukra.